Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 207. epizódját hallgatod. Tudatosságról, önismeretről és spiritualitásról szólnak az adások, amelyeket hétről hétre szerdánként hozok neked. Rengeteg témát átbeszéltünk már, és ez a mondat szerintem már sokszor elhangzott, viszont mindig beleütközöm jó értelemben abba az élménybe, hogy is nem volt erről eddig szó. És persze a mai téma is olyan, amelyet részben érintettem különböző epizódokban, de így koncentráltan ezt még nem beszéltük át. Nagyon sokszor történik velem olyan, hogy nem tudom eldönteni, hogy az a téma, amely bennem forog, mozog, az egy tanfolyam témája volt-e, ott beszéltük-e ki, vagy podcastet csináltam róla, vagy egy egyéni konzultáción mondtam róla pár dolgot valakinek, úgyhogy időnként az az élményem van, mint ami most is volt, hogy azt hittem, hogy erről a témáról már van adás, és visszapörgettem, mire rájöttem, hogy nincs. A karmáról szeretnék ugyanis beszélni, de nem csak a karmáról, hanem a büntetésről és az önbüntetésről is, illetve ennek a három dolognak, önbüntetés, büntetés és karma, a féle Bermuda háromszögéről. A karmáról egyébként az univerzum törvényeiről szóló epizódban szerintem beszéltem. Nyilván számtalanszor érintettük ezt a témát, volt szó karmikus kapcsolatokról, a párkapcsolatok összefüggésében is volt róla szó, aztán arról is, hogy mi az én nézőpontom, az úgynevezett más inkarnációkról és az ilyen előző életes utazásokról, és most egy újabb szempont következik, ezt a szempontot megint csak a 2024. januári Intuitív Anatómia csapatomnak köszönöm sok szeretettel, ugyanis velük beszéltük át, és voltam annyira szemfüles, hogy készítettem magamnak egy hangjegyzetet róla, mert simán átmentem volna már további témákra, de ez a hangjegyzet megőrizte a legfontosabb gondolatokat, amelyeket ma meghallgattam, és úgy gondolom, hogy ezeknek egy összefoglalóját nagyon szívesen átadnám neked is. Mielőtt belevágunk a mai téma átbeszélésébe, szeretném felhívni figyelmed arra, hogy minden eddigi epizódot megtalálsz YouTube csatornámon, amelyre megköszönöm, ha feliratkozol. Ez egy visszajelzés lehet a munkámmal kapcsolatban tőled nekem, illetve a YouTube csatornámon ugye más tartalmakat is találsz, például olyan előadásokat, amelyeket az Everness Fesztiválon rögzítettünk, vagy Balin készült filmeket, ezeket most megint elkezdtük feldolgozni és vágni. Nagyon sűrű volt 2023, és még rengeteg anyagunk van. A 2023-as 3 Balin történt csoportos utazásunkról is. Aztán még találsz ott meditációkat és egyéb tartalmakat is, illetve azt is megköszönöm, hogyha rászánsz néhány percet arra, hogy Belekukkancs Ébresztő című könyvembe, ezt megteheted a tomeknoemi.hu oldalon keresztül, és hogyha tetszik a könyv, akkor pedig akár meg is rendelheted ugyanott. No, ennyit a szolgálati közleményekről, mert a téma szerintem fontos, érdekes, izgalmas és mindenképpen átgondolásra méltó. Örömvilág Podcast szerinted. A szokásos ráhangolódásra szeretnélek most kérni és hívni téged. Ha teheted, akkor most is függeszd fel, vagy tedd félre egy picit aktuális tevékenységedet. Ha megteheted, és sem téged, sem a környezetedet ez nem veszélyeztet, akkor kérlek, hunyd le a szemeidet, figyelj befelé, figyelj magadra, én hozom a kérdéseket, te pedig csak egyszerűen tudatosítsd a hirtelen bevillanó, őszinte, tiszta mélyről jövő válaszaidat. Egy mély levegővétel után az első kérdés az, hogy te vajon mennyire szoktad saját magadat büntetni? És akár mint szülő, akár mint barát, akár mint partner, bünteted-e a másikat, ha valami hibát követ el? Szerinted fontos az, hogyha valaki valamit elkövet, nevezzük hibának, nevezhetnénk egyébként tapasztalásnak is, de ugye ez a tapasztalás valakire vagy valakikre nézve negatív vagy kellemetlen, szóval, ha valaki valami ilyesmit elkövet, akkor muszáj-e, hogy büntetést kapjon érte? Téged gyakran megbüntettek otthon gyermekkorodban? és ha igen, akkor milyen büntetést kaptál? Te mennyire viszed ezt tovább a saját felnőtt életedben, esetleg a partnered vagy a gyermeked felé, vagy mások felé? Mi a véleményed a karmáról? Szerinted a karma az valójában egy büntetés? Amikor kimondtam, hogy karma, ezt a szót, akkor neked ez pozitív vagy negatív töltető kifejezésként villant fel? Mennyire hiszel az adok-kapokban? Köszönöm szépen a válaszaidat, köszönöm, hogy egy kicsit ráhangolódtál a témára, és akkor kezdjük el azt a beszélgetést, amely téren időn át folyik köztünk, de amelybe te is belekapcsolódhatsz azáltal, hogyha egyrészt folyamatosan válaszolsz a kérdéseimre, és reflektálsz magadban, az se baj, ha kimondod. Ha nincs körülötted senki, biztos nem fognak furának nézni, ha megvan, akkor az ő dolguk. De arra is van lehetőséged, hogy írj nekem a podcast@örömvilág.hu e-mail címre, vagy bármelyik social média felületemen kommentelj. Nagyon fontos az, hogy, és én innen indítanám el ennek a mai adásnak a témáját, hogy mi Magyarországon, magyarként egy olyan európai kultúrkörbe születtünk bele, amely alapvetően keresztény kultúrkör. És a keresztény kultúrkörben a bűn fogalma szó szerint velünk születik. Ugye az van, hogy bűnben született. És ez azt jelenti, hogy, és erről már beszéltem korábban, hogy ez teljesen független attól, hogy te magad vallásos vagy-e, hiszel-e, vagy így hiszel-e. Ha a genetikai mintáidban ott van, mert az őseid így hitték, vagy istenfélők voltak, akkor az szinte biztos, hogy legalábbis egy transzgenerációs programként benned fut, még akkor is, hogyha az elméddel ezt teljesen felülírod. Szóval van ez a bűnfogalom, és van az a gondolatkör hozzá, hogy ha bűnt követünk el, akkor azért valamiféle büntetés jár. Milyen büntetés járhat érte? Hát jár büntetés itt a Földön, és most megint a keresztény kultúrkörben gondolkodva, és elsősorban a katolikus vonalon, mert ennek van nagyobb és mélyebb tradíciója, jár érte egyfajta szentencia a gyónás után, amit a gyóntatópap kiró, és hát a túlvilágon is jár érte bizony büntetés, ad abszurdum vannak olyan bűnök, amiért biztos a pokolra jut. A delikvens legalábbis ugye a kereszténységnek bizonyos tanai szerint. Na most ehhez képest az egyházban nagyon izgalmas dolgok történtek, és ugye erre válaszul érkezett meg a reformáció, most már bő 500 évvel ezelőtt, ugyanis megjelent az egyházban a búcsúcéduláknak az intézménye annak idején, ugye ez egy középkori találmány volt, eredetileg egyébként nem ennek szánták, de az lett belőle, hogy ez a római katolikus egyház által pénzért árusított bűnbocsánati lehetőség volt gyakorlatilag. Tehát meg lehetett váltani a túlvilágon járó büntetést, és meg lehetett váltani az evilágon járó különböző büntetéseket, és gyakorlatilag ezzel meg lehetett váltani az embernek a saját lelki üdvét, tehát megbocsátást nyert. Erre válaszul jött aztán Luther Márton, aki talán emlékszel rá, te is, én nem vagyok egy történelem zseni, de ez valahogy így belém verődött, hogy a wittenbergi vártemplom kapujára 1517-ben kifüggesztette a nagyon sok pontból álló téziseit, és ugye ebből lett aztán a reformáció. Akkoriban az emberek már nem jártak gyónni, tehát nem is néztek szembe a bűneikkel, hanem megvették a megbocsátást, és akkor mentek tovább. Na most van egy ilyen bűnhődés, büntetés, bűn energia, amely valahogy ott kavarog azokban az emberekben, nagyon mélyen, van akiben egészen a felszínig is tud jutni egyébként, akik ebben a keresztény kultúrkörben nevelkedtek, nevelkednek, vagy az őseik ebben hittek és ez szerint éltek. Ez szeretném leszögezni, hogy nem az egyházzal való szembemenés a részemről, hanem én most kifejezetten lelki oldalról, illetve pszichés oldalról nézem ennek a különböző hatásait, attól, hogy valaki keresztény, katolikus vagy templomba jár, abszolút ugyanolyan jó ember lehet az én szememben legalábbis, mint bárki más, és nagyon tisztelem mindenkinek a személyes meggyőződését. Tehát kérlek, hogyha ebben érintett vagy, akkor ezt kezeld elképpen. Viszont, ami jön ebből a kultúrkörből, az a bűnnek a fogalma, és a bűnnel együtt járó büntetésnek a fogalma. És mi gyakorlatilag ebben nevelkedtünk, ebben nőttünk bele. Ezt szívták magukba a sejtjeink. Az ősöktől ez jött, az ősök őseitől ez jött, nekik az őseiktől ez jött, és gyakorlatilag az európai kultúrkörben, vagy a keresztény kultúrkörben nevelkedett emberek folyamatosan abban vannak, hogy a bűn, bármit is nevezzünk annak, egyébként büntetést von maga után. Na most ebbe a kultúrkörbe megérkezett egy olyan fogalom, hogy karma. Ez egy más fogalom. Megérkezett a karma fogalma, és jó alaposan félreértették. Mert valahol, ugye, a tradíció és az ismerős gondolatmenet miatt elég erősen azonosították a karmát a bűn és bűnhődés kategóriájával. De a karma az valami más. Ugye a karma, éppen ezért beszéltem róla az univerzum törvényei epizódban, a karma az valójában az ok okozata. És az ok, ami történik, ha nem is egy helyes, vagy nem is egy megfelelő cselekedet, nem feltétlenül kell, hogy okozatként büntetést húzzon be magának, és büntetésben oldódjon ki. A karma az nem azt jelenti, hogy csináltam valamit, és pofont fogok érte kapni az élettől. Nem azt jelenti, hogy hibáztam, és meg fog büntetni érte a sors, az élet, az Isten vagy a bárki. Nem azt jelenti, hogy valakit megbántottam, és a karma az úgy fog úgymond kiegyenlítődni, hogy valaki engem megbánt. Mindjárt elmondom, hogy ez miért nem így van, és miért nem is kell, hogy így legyen. Örömvilág Podcast. Neked érted. Csak egy picit most gondolj bele a saját életedbe. Biztos veled is történt már olyan, hogy valamit cselekedtél, tettél, mondtál, amit megbántál, mert érezted, hogy az nem volt helyén való, helytelen volt, vagy kifejezetten rossz volt, de dühös voltál, sértett voltál, vagy egyszerűen csak így jött ki a lépés. És aztán elkezdted magad marcangolni emiatt, mert érezted, hogy ez egy hiba, vagy úgy érezted akár, hogy ez egy bűn, ami miatt neked járni fog a megtorlás. És aztán jött valami büntetés. Megtörtént valami, amit bele tudtál tenni abba a kategóriába, hogy na, ezt ezért kaptam válaszul. Ezt ezért kaptam, mert rosszul viselkedtem XY-nal, és ő egy ponton ezt visszaadta nekem, és amikor segíteni kellett volna, vagy segítségre lett volna szükségem, akkor ő elhúzta a kezét, vagy félrefordult tőlem. Vagy rosszat mondtam a háta mögött, és rosszat mondott a hátam mögött. Kipletykáltam, és kiplegykált. Ennek számtalan módja létezhet. És az a kérdésem, hogy csupán attól, hogy úgymond visszakaptad, te megnyugodtál? Megkaptad a feloldozást a lelkedben? Ha gyerekkorodban esetleg azok közé, a mai felnőttek közé tartozol, akit gyerekkorában esetleg fizikailag bántalmaztak, vagy megbüntettek azzal, hogy sarokba, kukoricán kellett térdelnie, ha csináltál valami rossz csontságot, és megbüntettek otthon, akkor utána feloldódott benned a dolog pusztán azért, mert megkaptad a büntetésedet? És szobafogságban voltál? Vagy kukoricán térdeltél? Vagy elfenekeltek? Vagy kaptál egy-két pofont? Valószínűleg az a válaszod, hogy nem. Méghozzá azért nem, mert a feloldást, a feloldozást, a kiegyenlítődést, azt valójában nem az adja, hogy az adok-kapok megvolt-e. Nem az adja, hogy én csináltam valamit, rájöttem, hogy nem kellett volna, vagy nem így kellett volna, és azt valaki utána ugyanúgy velem megcsinálja. Nem. Nem a büntetés a lényeg. A büntetéstől ugyanis nem leszel jobban. A lelked nem fog felszabadulni. Nem érzed magad jobban tőle. Nem fogod azt érezni, hogy na jó, letudtam, vége. Mert ott van a lelkiismeret furdalás, és ott van a bűntudat. Tudod, mitől leszel jobban? a felismeréstől. Attól a felismeréstől, hogy ezt nem így, vagy nem úgy kellett volna, és hogy hogy lenne helyes. A kellett volna így vagy úgy gondolatkörben a bánkódás azért nem egy túl támogató energia, nem azt a verziót mondom itt neked, vagy ajánlom itt neked, amikor visszafelé nézel, és azon keseregsz, hogy mit kellett volna másképp csinálni, hanem azt a verziót, ahol rájössz arra, hogy az, amit választottál, igazából nem annyira helyes, vagy nem annyira támogató, van ennél jobb verzió, egy mindenkinek jobb verzió, egy üdvösebb verzió, és tudod, hogyha legközelebb ilyen helyzetbe kerülsz, akkor már helyesen fogsz dönteni. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Volt egy olyan alkalom az önmunkám, az önismereti utam során, és talán erről egyszer már beszéltem, így podcastben is, fogalmam nincs, hogy tanfolyamon, előadásban vagy hol hangzott el. Ha már hallottad, akkor most hallgass meg kérlek még egyszer ezt a saját történetemet. Dolgoztam azon, hogy megértsem a lélek mélységeit, és hogy megértsem, hogy hogyan tudok túllépni a dualitáson, és dolgoztam azon, hogy hogyan ismerhetem meg a sötét oldalamat, vagy az árnyék oldalamat, az árny oldalamat. És éppen ezért egy olyan kvázi lélekutaztatásban részesítettem önmagamat, amihez egyébként kedves barátnőm, Takács Szabó Szandra tartotta nekem a teret telefonon, de én a saját magamnak csináltam ezt a folyamatot, amit nem ajánlok, nagyon-nagyon mély önismeret, egy nagyon nagy tértartó energia, illetve kellő gyakorlat és tapasztalat nélkül senkinek. Szóval azt tettem, hogy úgymond bele léptem, néztem energetikailag abba az inkarnációjába a lelkemnek, ami a legsötétebb, a leggonoszabb volt. És abban az inkarnációban az a férfi nemű valaki, akiben a lelkem megtestesült, és akin keresztül nagyon sok mindent megtapasztalt a lelkem, az kifejezetten gonosz volt, bántalmazó volt, abuzív volt, perverz volt, nem is tudom, hogy milyen, tehát hogy elképesztő az az energia, amit tapasztaltam rajta keresztül, aki egy perverz örömöt lelt gyakorlatilag mások kínzásában, és ezt csinálta egész életében. És hiába könyörögtek neki, hiába sírtak neki, hiába látta a szenvedést, hiába látta a halált és bármit, nem érintette meg, sokkal inkább érzett örömet, mint szánalmat, azt egyáltalán nem érzett, és nem fogta fel a cselekedeteinek a súlyát. Na most nagyon érdekes tapasztalás volt az, hogy a halála pillanatában élte meg azt az egyetlen egy 10 másodpercnyi felismerést, ami megértette vele azt, hogy ez nem volt rendjén való. És az a 10 másodpercnyi halál pillanatban még éppen átélt és befogadott felismerés, az elég volt ahhoz, hogy megértse, hogy ezt nem tesszük másokkal, ez helytelen. Ilyet nem teszünk. És most nagyon fontos az, amit mondok, mert szeretném, ha nem értenél félre. Amiről beszéltem, az nem azt jelenti, hogy bárki bármit megtehet másokkal, és elég az, hogyha majd az utolsó pillanatába egyszer rájön, addig pedig csinálja nyugodtan, és mászkáljon így az utcán. Nem erről van szó. Most a lélek útjának egy fontos tapasztalásáról és annak módjáról beszélek neked, és arról, hogy ahogy megérkezik maga a felismerés arról, hogy miért élt magányosan, miért nem szerette senki, miért nem voltak kapcsolódásai, miért rettegtek tőle, miért nem akart vele senki beszélni, egy légtérben lenni, hogy miért volt egész életében lelkileg is kielégületlen, miért nem találta soha az egyensúlyt. Amikor ez megérkezik, akkor a karma körbeér, és le lehet róni, körbe lehet vinni ezt a kört a felismeréssel. Mert a karma nem azt jelenti, hogy cselekedtél valamit, bűnhődj megérte, hanem azt jelenti, hogy történt valami, döntöttél valahogy, gondoltál valamit, cselekedtél valahogy, és ismert fel ennek a következményeit, értsd meg ennek a jelentőségét, helyezd el a saját világodban, igazíts hozzá a magasabb igazsághoz. A megértés ki tudja oldani ezeket a karmikus köröket az ismétlődés örök fogságából. Tehát az általunk genetikailag nagyon ismert verzióhoz képest, miszerint valamit csináltál, azért bűnhődnöd kell, és a büntetésed az imádság, vagy közmunka, vagy fizikai, vagy lelki fogság, vagy aztán a pokol, mert a menny az nem lehet a tiéd, helyett ez a verzió, ez arról szól, hogy a lélek fejlődik, a lélek tapasztal, a lélek megértésekre jut a fizikai tapasztalásokon keresztül, és azt beépíti a nagy egészbe. Mert ha valaki azt mondja, hogy igazából, ha lopok, akkor megpofoznak, semmi más nem történik, mert még gyerek vagyok, 10 éves, 12 éves, akkor miért ne lopnék, egy-két pofont megér az a csoki. Vagy azt mondja később nagykorában, hogy igazából, ha elkötök egy autót, jövök, megyek velem, vagy ellopom valakinek a pénztárcáját. Mi történhet? Maximum futnom kell, de ha utolérnek, akkor is mi történhet? Ezt az egyet tudják rám bizonyítani, meg amúgy is elég erős vagyok ahhoz, hogy kiszabaduljak. Mi történhet? Csinálom. Vagy azt mondja valaki, hogy hiszékeny embereket verek át, húzok le, nekik úgyis van pénzük, van nekik bőven elég. Mi lehetne a baj? Hát legfeljebb majd sírdogának, meg majd utálkoznak. Szóval megcsinálja újra, meg újra, akkor is, hogyha egyébként tudja, hogy a fizikai síkon ezért valamiféle büntetés érkezhet. Mert a büntetés neki nincs arányban azzal, amiért az egészet csinálja. Tehát csokilopás, pénztárcalopás, autólopás, most csak a lopások jutottak épp eszembe, de bármit mondhatnék, tehát azt is, hogy bántalmaz valaki valakit. Oké, majd kapok érte valami kis büntit, meg egy kis dádát, meg egy kis ennyebenyét, majd elfér ugyanott a többi között, aztán élem tovább az életemet. Ez nem feloldozás. A feloldozás ott jön, és a karmakörből ott lehet kilépni egy témával kapcsolatban, ahol megértődik az, hogy helytelen volt ellopni a csokit a boltban 10 évesen, 14 évesen, helytelen volt cigit lopni, helytelen volt autót lopni, helytelen volt bántalmazni, helytelen volt zsarolni, helytelen volt elvenni, helytelen volt becsapni, helytelen volt átejteni. Ezzel megtörténhet a változás. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor tényleg kilépünk abból a körből, aminek van még egy szereplője, és ne feledd, hogy az adás elején én egy Bermuda háromszögről beszéltem, ez az önbüntetés. Ugyanis az a helyzet, hogy nagyon sokan egyik vagy másik verzióról is legyen akár szó, tehát kapnak valami büntetést, vagy lelkileg megérték, hogy helytelen volt, mellé tesznek még egy nagyon fontos minőséget, az önbüntetés energiáját, ami a bűntudatból vagy a tudattalan bűntudatból fakad. Lehet, hogy valakinek ma az erkölcsi mércéje eléggé ingatag lábakon áll, de az őseinél ez másként volt, és lehet, hogy egy genetikai minta az nála, ami aztán újra meg újra bevonz valami olyat az életébe, amitől aztán gyakorlatilag saját magát bünteti meg, mert amúgy a fizikai síkon az egyéb büntetéseket sikerült megúsznia. Aztán van az a verzió, hogy az emberek egy része képtelen elengedni azt, a gondolatot, hogy ő valami rosszat csinált, képtelen megszabadulni attól a gondolattól, hogy ő valami idézőjeles bűnt, annak nevezett dolgot követett el, És mivel annyira erősen benne van az, hogy a bűnért büntetés jár, és a környezet erre nem hajlandó, már nincs vevő arra, hogy őt büntesse, nincs erre vállalkozó, akkor megcsinálja ő saját maga. És itt jön be az, amit a bántalmazottsággal kapcsolatban, a narcisztikus kapcsolódásokkal kapcsolatban, a Bántalmazás Ezer Arca című epizódban is mondtam, hogy aki abba születik bele gyerekkorában, hogy őt bántalmazzák, hogy akár abba születik bele, és ez kifejezetten a mai témánkhoz kapcsolódik, hogy mindenért nagyon kőkeményen megbüntetik őt, az hajlamos lehet arra, hogy saját maga is büntesse nagyon-nagyon kőkeményen saját magát. Mert egyszerűen az ő valóságában a bűnért büntetés jár. És ha nincs olyan a környezetében, aki vállalná ezt a piszkos melót, mert egyébként szeretetteljes emberek veszik körül, van egy kedves párja, felesége, férje, gyerekei vannak, egyebek, tehát nincs ott a környezetében az, aki ezt a piszkos melót elvégezné, akkor fogja magát és megcsinálja saját magának. Mardossa saját magát, lelkileg tönkreteszi saját magát, valamiféle függőséggel bántja a testét, akár azzal bántja a testét, hogy túlságosan sanyargatja, akár azzal bántja magát, hogy az önértékelését azt folyamatosan alacsony szinten tartja, és nem is hajlandó ezen dolgozni vagy változtatni, akár valamilyen konkrét bántalmazást ad saját magának, gyógyszereken keresztül, drogokon keresztül, alkoholon keresztül, és hát végső soron egy nagyon hosszú listát sorolhatnék még, hogy mi mindennel tudják az emberek magukat bántani, például azzal, hogy nem hajlandóak saját maguknak megbocsátani. Az önbüntetés, büntetés és karma Bermuda háromszögben könnyű tehát elveszni, ahogy mondtam, de ha megértjük, hogy valójában a karma miről szól, az már egy óriási könnyedséget tud behozni ebbe az egész folyamatba. Ha megértjük, hogy be vagyunk egyszerűen kötve ebben a keresztény kultúrkörben a bűn, a bűnhődés és a büntetés különböző verzióiba, akkor az megint hozhat megértést és hozhat úgynevezett megkönnyebbülést, legalábbis lelkileg és érzelmileg egyaránt, és ha tudatosítjuk, hogy nem a büntetéstől leszünk jobban, tehát nem kell büntetni magunkat, és nem kell büntetni másokat, hanem a megértéstől leszünk jobban, az megint nagyon sokat segít ezen a folyamaton. Nem szeretném ideérteni azokat a szörnyűségeket, amiket nagyon kevés ember, nagyon ritkán ugyan, de sajnos elkövet egymással szemben, tehát tényleg azokat a kriminalisztika kategóriájába tartozó dolgokat, amikért én is úgy gondolom, hogy egyszerűen az a fajta következmény óhatatlanul meg kell történjen, hogy valakit egy eljárás alá vonnak, hogy elítélnek és mondjuk börtönbe zárnak, hanem itt a hétköznapokban és rendszeresen elkövetett önbüntetés, önbántalmazás, önkínzás és az alól soha önmagunkat fel nem oldozás energiájáról és vissza és visszatérő hullámairól beszélek, ugyanis ennek nincs értelme. Ha van valami tehát, ami gyötör, ami miatt gyötrődsz, amit már 100-szor átrágtál és megértettél, akkor kérdezd már meg, légy szíves magadtól, hogy és miért ragaszkodom még mindig ahhoz, hogy emiatt bántsam magam, hiszen felfogtam, megértettem, és soha többé nem tenném meg. Ad abszurdum bocsánatot kértem. És tudom, hogy nem tenném meg. Megfejlődtem ezt a szintet. Mi a nyereség még mindig belőle? És lépj tovább. Lépj tovább. Nem az a dolgod az életben, hogy a múltban ragadva, régen elkövetett, idézőjeles hibákért, cselekedetekért, tanulási folyamatokért non-stop ostorozd magad. Hát akkor olyan vagy, mint a középkori szerzetesek, akik ilyen szöges övekkel ütötték, vágták magukat, bár igazából nem is volt bűnük, csak elhitték, hogy bűnösek. Remélem, hogy tudtam segíteni neked. Remélem, hogy tudtam olyan nézőpontokat hozni neked ebben az epizódban, amelyek elgondolkodtatnak, amelyek segítenek abban, hogy régóta cipelt és egyáltalán a mai valóságodba már nem való, ideért múlt, és már rég túlhaladott terheket, érzéseket letegyél. Ha van véleményed, ha van gondolatod, ha van mondanivalód, ha szeretnéd kiegészíteni, megszáfolni, megerősíteni, további nézőpontokkal kiegészíteni mindazt, ami belőlem most itt kiszaladt, akkor kérlek írd nekem a podcast@örömvilág.hu e-mail címre. Szeretném felhívni figyelmed arra, hogy minden évben tartok 4 nagy ingyenes meditációt. Ezeket mindig a nagy buddha napokra igazítom, azaz a 10 milliószoros napokra. 2024-ben az első ilyen 10 milliószoros nap február 24-én lesz. Ha utólag hallgatod, akkor volt. És egy nagyon különleges, nagyon fantasztikus energiájú, de Magyarországtól nagyon távoli helyről fogok bejelentkezni. Hogyha figyeled a Facebook oldalamat és az örömvilág.hu honlapot, akkor megtudhatod hamarosan, hogy miről van szó, és remélem, hogy te is ott leszel majd azok között, akikkel együtt teremtünk ezen a következő 10 milliószoros napon. Ha érdekelne bármely programom, amelyek között van jó sok Theta Healing tanfolyam, de éppen most, 2024. februárjában a Valentin napra időzítettem egy társteremtőnapot, rá 1-2 napra egy kommunikációs tréninget, vagy érdekelne egyáltalán a Theta Healing tanulásának az elkezdése, netán eljönnél velem Balira? Akkor kattints szintén a www.örömvilág.hu oldalra, mert mindent ott megtalálsz, például a részleteket az idei isteni meditációk, online meditációs estemről is, illetve arról a sorozatról, aminek 12 alkalmán meditálhatsz velem, avagy egy-egy alkalmon külön-külön is. Köszönöm szépen még egyszer megtisztelő figyelmed, nagyon örülök, hogy ismét kapcsolódhattunk egymással, ha pedig új vagy, akkor szeretettel üdvözöllek az Örömvilág Podcast csatornán, szeretettel ölellek, remélem találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? Podcast@örömvilág.hu.